nyitni. Egyébként pedig Tiszafüreden vagyunk, ezen a szép ponton. Nem, ez a tökéletes. A kenu eleje tehát az lesz, ahol több hely van a lábnak. A helyes száma 45, és... Egy mocsári teknős nőstény, tehát egy egyetlen őshonos. Itt van a hódrágtafa. Itt lehet látni, hogy milyen nagy alkotmunkát végez. Nagyon erős fogai lehetnek. Tehát itt az átlagos vízmélység 1,3 méter az egész csatóra számítva. Ezek a vízimalók meg az egyéb ilyen lények lehetnek itt. Hát igen. Van egy ilyen külön körzetük, ami védett ezen a részen oldalon. Szóval. Mesélek a tiszatavi rémekről, jó? Van egy rettenetes dolog még, ami szokott itt figyelni kell. Kidugja a fejét, az úgy, hogy húzgál. Olyan, mint a rozmár. Most áramul befele igazából, azért egy ilyen jó meret. A táblán felett van, egy nagy borot van. Ahogy a folyók kanyarognak. A nevét azt, hogy elmondjuk, hogy ennek a területnek. Ez az igazi istenes. Ennek már van illata. Van az a tapsó volt. Végkézzel, tartom. És akkor van egy nagyon brutális, hogy meg is van az messziről van ez a kokora, messziről mutattam, meg egy olyan, amit vettünk, amit vettünk. És ott van az egy koloszai templom sorra. Látják, hogy ott van, és a Hortobágy színei szintű úr. Jaj, igen. Ez Károly katona Árián kormorán, aminek a főistenke nem adott parfümvizet. Volt alkalmam végigkövetni, hogy ezen még volt vödör. Vagy a bal, vagy a jobb oldalon, mi most láthatunk gyíkét. A kérdés az, hogy melyik a náv és melyik a gyíkét. Thank you.